2017. április 25-én ezeket a híreket fogjuk megvizsgálni. Nem akartam ezzel foglalkozni, mert igazából nem tudjuk bizonyítani, de valahogy kezdem azt érezni, hogy minden, ami tudunk a világról, hazugság kivétel nélkül, és ebbe beletartozik Stonehenge is, hiszen a történelemről tudjuk pontosan, hogy egy hazugság mindig is az volt. Én azt ajánlom mindenki figyelmébe, hogy gondolkozzon el ezen, amit lát majd ezeken a képsorokon. Én nem azt mondom, hogy el kell mindenkinek hinnie ezt. Én tudom pontosan, hogy az időbe telik, míg az ember megérti az igazságot, és megérti azt, hogy minden hazugság, nem csak egy része, egy kis része, ez az, akkor amaz, hanem minden kivétel nélkül része a hazugságnak. Rögtön erről a képről, hogyha megnézzük, látszik az, hogy ezen a kő táblán itt a külső réteg le van omolva, alatt egy másik réteg van. Hogy lehetséges ez, hogyha ezek gránit tömbök, vagyis egy kőszikla, amit itt látunk, ugye ez ugye a konstrukciója magának a Stonehenge területnek, illetve ennek az egész építménynek, hogy úgy mondjam, ez azt hiszem 1900-as évek közepe táján volt valamikor, és itt láthatjuk azt, ahogyan fölépítik magát a kő együttest, a szobor együttest. Én egyébként voltam ezen a helyen, láttam személyesen, persze akkor nekem nem tűnt fel ezekből a dolgokból semmi, azonban azt javaslom, hogy mindenki gondolkodjon azon, hogy mi is lehet igaz abból, amit hisz a világról. Mindazok, akik üldözik az UFO-kat, kutatják a piramisokat, vagy Stonehenge, a történelmet, vagy a politikát, vagy a pszichológiát, vagy az összes társadalomtudományt, az egész egy hazugság. Minden eleme egy hazugság. És pontosan azért működik, mert minden a lehető legtávolabb áll a valóságtól. És így az emberek nem hajlandók belegondolni abba, hogy ó, ez is hazugság, ez nem lehet, minden nem lehet hazugság, mindenben nem hazudhatnak. Pedig ez van, mindenben hazudnak, mindig is mindenben hazudtak. És pontosan ezért tudnak ennyi ideig ilyen sok embert átverni, hiszen senki nem hajlandó belegondolni abba, hogy esetleg minden hazugság. A legtöbb ember hajlandó elmenni egy bizonyos pontig, és azt mondani, hogy jó, oké, hazudtak ebben, hazudtak abban, de Hitler az egy hős volt, vagy de a holokauszt, meg de ez, meg de az. Közben meg az egész egy hazugság. És ezt próbáltam megértetni az emberekkel, hogy amikor elkezd gondolkodni valaki, és bontja le a rétegeket folyamatosan, akkor rájön, hogy egyik hazugság követi a másikat. És egyáltalán nem olyan nehéz véghez vinni ezt az egészet, mint ahogy azt a legtöbben gondoltuk volna. A következő, illetve hát az első hír, amit meg szeretnék mutatni, ez a Bright Portálról származik, és ugye, aki nem követi az eseményeket, az annak ez lehet, hogy meglepetés, de Amerikában, de Magyarországon is úgy láttam, megindult egy mozgalom, ami arról beszél, hogy a gender, azaz a nem, az egy úgymond social construct, azaz csak egy társadalmi konstrukció. Az ember neme nem létezik, és az ember neme változik folyamatosan, a férfi-nő nem létezik, állatvilágban sincs, csak mi találtuk ki, és a férfi és a nő egyforma lenne, hogyha nem lenne ez a társadalmi beidegződés, hogy a nők erre jobbak, arra jobbak, a férfiak ilyenek, olyanok, amolyanok, és ez az egész a nevelésnek a tulajdonképpen a nevelésnek a következménye. A probléma ebben az, hogy bár a társadalomnak jelenleg csak egy nagyon kis része tagja az LGBTQ aberrációnak, azonban úgy terjed, mint a futótűz, hiszen a fiatalok rengeteg időt töltenek az interneten és az ilyen tartalmak fogyasztásával. Minél fiatalabb az ember, annál inkább befolyásolható. Amikor óvodás és kisiskolás korúak megválaszthatják a nemüket, sőt, az állam támogatja akár a tranzíciót, ugye az átmenet az egyik nemből a másikba, mint ahogyan azt Amerikában, Kanadában, az Egyesült Királyságban teszi, akkor
érdemes elgondolkodni az embernek, hogy merre tart a világ. És még mindig azt gondolják az emberek, hogy ez véletlen, és ez csak egyszerűen azért van, mert felébredtünk, és ez a legborzasztóbb az egészben. Hogy a szeretet jegyében az ember hajlandó mindent elfogadni, és nem fog tudni ellenállni, hiszen a nyáj folyamatosan azt fogja bégetni, hogy akkor te ítélkezel, vagy nem szeretsz mindenkit, ha nem fogadod el őket úgy, ahogy vannak. És ez teljes mértékben ellentmond azzal, amire felszólít minket a Teremtő. De ha valaki nem hisz benne, akkor teljes mértékben ellentmond annak, amit a józanész diktál. Az, hogy az oktatás része az agymosásnak és a propagandának, az a legnagyszerűbb példa rá ez az újságcikk, ez a Harvard Egyetemről származik, de aki utána néz ennek a mozgalomnak, láthatja, hogy az egyetemekről indul el, hiszen ott történik az agymosás az oktatási rendszeren keresztül. Minél tovább benne van az ember, annál inkább a rendszer formájára van programozva. Úgyhogy mindenki, aki lobogtatja a diplomáját, hogy ő milyen okos, meg mennyit tanult, meg ő fizikából így jó, meg úgy jó, az egész egyszerűen csak arról tesz tanúbizonyságot, hogy ő több időt töltött a programozásnak a befogadásával, és ő több agymosáson esett át. Lehet, hogy a világban elismertebb lesz, azonban a józanésztől egyre távolabb és távolabb kerül, és kénytelen lesz egy idő után kompromisszumokat kötni, hiszen amit megtanult, az egy életmunkája, és attól elfordulni nagyon nehéz. Úgyhogy erre jó az oktatás, ezért van oktatási rendszer, hogy az embereket átformálja olyanná, amilyen a társadalomban elfogadható. Nem véletlen az, hogy az egyetemeken zajlik ez a mozgalom leginkább, és ott van a legtöbb tüntetés, és onnan indulnak ki ezek a mozgalmak, hiszen ezek azok az emberek, akik a legtöbb agymosáson estek keresztül, estek át. Én még mindig furcsának találom, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy ők ébren vannak, ennek ellenére azt gondolják, hogy az élet ezen a bolygón idézőjebe téve folytatódhat évtizedekig, évszázadokig, vagy akár arról beszélnek, hogy egy másik faj, vagy egy másik bolygóról, vagy egy mit tudom én honnan, majd eltöröl minket, és ő készített minket. Én nem is tudom, hogy ez hogy lehet összeegyeztetni azzal, hogy valaki ébren van, hogy nem érti azt, hogy ez az egész, minden, amit ők mondanak, hazugság. Teljesen, ha ők azt mondják, hogy gömb a föld, és bolygók vannak, és idegen lények, akkor az biztos, hogy hazugság. Teljesen mindegy, hogy van-e rá bizonyíték, vagy nincs. Sose lesz bizonyíték, hisz ők azok, akik kontrollálják a bizonyítékot. Ők azok, akik a tudományt létrehozzák, az oktatási rendszert, a médiát, az információt kontrollálják. Akkor hogyan akar bizonyítékot bárki is erre szerezni? Azt tudjuk, amit ők megengednek. Az biztos, hogy hazudnak, mert mindenben hazudtak. Az, aki erre azt mondja, hogy ez összeesküvés elmélet, vagy ez nem lehet, vagy ez túl sok, vagy az nem érti, hogy hogy működik a világ. Én nagyon tudom sajnálni, de ez a helyzet. Az emberek csak félig ébredtek fel. Azok, akik azt gondolják, hogy gyík emberek vannak, idegen lények, vagy majd eljönnek a más naprendszerekből a megváltók, akik majd rendet tesznek itt, meg ezek a dolgok az nevetséges, hiszen ezek a dolgok nem léteznek, soha nem is léteztek. Ugye Nagy-Britannia is csatlakozott ehhez a félelemkeltő kampányhoz, hogy megelőző csapást mérnek Észak-Koreára. Észak-Korea egy hoax, Észak-Korea egy hollywoodi produkció, és az atombomba szintén egy hoax, ugyanúgy, ahogyan a nukleáris energia egy hoax, ugyanúgy, ahogy a bolygók, vagy a gömbföld, vagy az evolúció, vagy a Big Bang. Minden, amit mi tudunk a világról, az egy hazugság. Egyszerű a képlet. Aki kontrollálja az információt, az annak a kezében van a hatalom. Úgyhogy miért árulnál el az igazságot? Ha valakinek bizonyíték kell rá, akkor az nincs ébren, annak még idő kell ahhoz, hogy felfogja azt, hogy mi az, ami történik a világban. Aki bizonyítékokat keres arra, hogy ilyen vagy olyan alakú a Föld, vagy az evolúcióra, vagy ezekre a dolgokra, az sose fogja megtalálni. Hiszen mindig valaki hazudni fog. WikiLeaks, vagy Edward Snowden, vagy Litvinenkót megölik, vagy akármi. Minden hazugság az egész egy színjáték. És ezért fölösleges bizonyítékot keresni. A bizonyíték az, hogy ők mondják. Amit ők mondanak, az mind hazugság. Ennyire egyszerű. Aki kontrollálja az információt, a média, az oktatás, politika, illetve a tudomány segítségével, az, aki kontrollálja
a nyájat, és ez az, ami történik. Mindenki, aki keresgél, aki próbálja megmenteni a világot, a fákat, a koalákat, meg az óceánt, az el van tévedve. Ez az újságcikk, ez Russia Today, és arról számol be, hogy a japánok nukleáris bunkereket építenek, amik ugye ennek ellen tudnak állni, hiszen aggódnak a háború miatt. Ha igaz-e vagy sem, ki tudja, hiszen soha senki nem fog elmenni Japánba, hogy leellenőrizze. Ha igaz, hanem nagyszerű példa arra, hogy hogyan működik a félelemkampány. Egyrészt ugye, ha igaz, akkor a japánok ugyanúgy bevették, mint mindenki más, és elkezdtek építkezni. A másik pedig, ha nem igaz, akkor a világ többi részén elterjesztik ezt a hírt. A lényeg az, hogy ilyen vagy olyan formában manipulálják a tömegeket. Még egyszer mondom, ha valaki azt gondolja, hogy Russia Today, vagy Press TV, vagy akármelyik úgymond független csatorna az igazságot mondja, vagy Alex Jones, akkor az nem érti, hogy hogy működik a mindkét oldalnak a kontrollálása azok szemszögéből, akik valóban kontrollálják az információt. A bevándorlási politika mögött bizonyára számos cél áll, és számos célt szolgálnak ezek a különböző tiltások, a mozgás, az országon keresztül való mozgásnak a szigorítása. Érdekes módon arról senki nem beszél, hogy Ausztrália 1 évről 4 évre emelte fel az időtartamot, amíg valakinek várakoznia kell arra, hogy állampolgárságot kapjon. Ugye ez Új-Zélandot érinti különösképpen. A lényeg az, hogy próbálják az embereket korlátozni abban, hogy mozogjanak egyes országok között, hiszen a jövőben, a közeljövőben a cél az, hogy embereket különböző régiókban tartsanak, és ehhez hozzászoktassák az embereket egyrészt, másrészt pedig lehetővé tegyék, illetve kiépítsék a törvényi szabályozását ennek az új rendszernek, amit új világrendnek hívnak az emberek, és várják, hogy eljöjjön, észre sem véve azt, hogy évtizedek óta ebben élnek. Ugyanekkor Obama arról beszél, hogy akik támogatják ezt a migrációs politikát Amerikában, ez ugye Fox News, azok egy része rasszista, miközben Ausztráliában ugyanezt történik, de a világon, már bemutattam egy korábbi videóban, több mint 60 országban falat építenek. Úgyhogy így működik, a média befolyásolja az embereket, tulajdonképpen agymosás és propaganda, ez az egész célja magának a médiának. Mellesleg Obamáról annyit, hogy szerintem Obama még elő fog kerülni, mint egy karakter. Korábban is említettem, hogy valószínűleg vagy az Amerikai Egyesült Államok elnöke lesz, de már valószínűleg tartom, hogy az Egyesült Nemzetekben fog valamilyen szerepet betölteni, amikor összeáll az úgymond hivatalos új világrend, de ez csak egy feltételezés. Még több félelemkeltés, ez ugye, mi is ez, inspiredtochangetheworld.com, arról beszél, 230 ezer amerikait fognak Dél-Koreából evakuálni, annak azért, mert ugye háborúra készülnek, Észak-Dél-Korea egy színház, egy hollywoodi produkció, és maga az egész félelemkeltés is pusztán egy attrakció tulajdonképpen, hogy az embereket lefoglalja, míg erre figyelnek, addig nincs idejük az igazságot kutatni, és kideríteni azt, hogy mi is az, ami tulajdonképpen a háttérben zajlik, hiszen a félelem egy nagyszerű és elengedhetetlen eszköze a kontrollnak. Nem véletlen, hogy ameddig az ember visszalát a történelembe, mindig is háborúk voltak, botrányok, és feszültség az országok között, hiszen így manipulálja az ellenség az egész világot abba, hogy ne legyen képes az igazságot megtalálni, és mindig egy hőst keressen, aki majd megmenti. Az, hogy az orosz titkosszolgálat is figyeli a tüntetőket, az egyáltalán nem nagy dolog, ez a 24.hu, hiszen erre szolgál a mobil technológia, ezért van egyre több kamera az utcán, ezért vannak azok az összeízott dobozok mindenhol, ezért figyelik meg a közlekedést, minden lámpát, minden utat, az autópálya matricát, a repülőtereket, az állomásokat és mindent, és arról van szó, hogy ez azért van, hogy nekünk biztonságosabb legyen az életünk, miközben ők azok, akik kitalálják, akik szponzorálják a terrorizmust, akik az összes hoaxot végrehajtják, és aztán elterjesztik a média segítségével,
hogy azután még szigorúbb biztonsági intézkedéseket hozzanak hatályba. Így működik a hazugság, az egyik legnagyszerűbb példája talán ez a terrorizmus, biztonság és megfigyelés kombináció, úgyhogy ha valakinek kétsége volt eddig afelől, hogy őt megfigyelik, akkor annak ideje felébredni. Annyit még villámgyorsan hozzátennék, hogy szombatonként 8 órától a Facebook Infobubble oldalon élő programmal jelentkezünk, és általában az írásról van szó. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy a zsidóság, a héber, illetve az izraelita, mi a különbség, akit érdekel, csatlakozzon be minden szombat este 8 órától a Facebook oldalon. Donald Trump bejelentette már akkor, amikor megválasztották, hogy 10%-kal emelni fogja az amerikai hadsereg költségvetését. Erről is szó volt egy korábbi videóban. 600 milliárd dollár fölé fog emelkedni, ami több, mint az első 15 ország összesen, és erről számol be ugye Sputniknews.com, de ugyanezt történik Kínában, Észak-Koreában, minden országban a világon. És azok, akik azt gondolják, hogy ebből van visszaút, majd minden jóra fordul, és az emberek felébrednek, és a virágfüzérrel a hajunkba fogunk a kollákkal a kezünkbe táncolni, és mindenki együtt fog énekelni, azok el vannak tévedve súlyosan. És ráadásul ezek, akik általában arról beszélnek, hogy a többieknek fel kellene ébredni, miközben ők azok, akik egyik álomból a másikba zuhannak. Erről már volt szó korábban, hogy számtalan szó tulajdonképpen, hogy a politika nem más, mint egy színház, nagyszerű példa erre, ami történik a világon. A szélső jobb megerősödésével, különösen ugye most a franciaországi cirkusz ezekkel a bolondokkal, hogy Marine Le Pen, ugye a szélső jobb úgymond vezetője, az, aki harcban van még mindig egyike a kettő jelöltnek, és az egyetlen célja az, hogy tovább ossza a társadalmat, és mélyítse az árkot a jobb és a bal oldal között, azok között, az emberek között, akik még mindig nem értik azt, hogy a politika nem más, mint egy színház, és a manipuláció része, és soha nem volt, nincs, és nem is lesz semmiféle beleszólásunk abba, hogy a dolgok hogyan alakulnak, az egész nem más, mint manipuláció. Azonban a legtöbb ember nem hajlandó elfogadni, ezért részt vesz ezekben a szánalmas dolgokban. Marine Le Pen egy nagyszerű színész és egy nagyszerű példa arra, hogy hogyan manipulálják az embereket. Ugyanez a helyzet Hollandiában, erről is szó volt korábban, de Trump győzelme is ezt bizonyítja. Szélsőjobb idézőjében Magyarországon is erősödik, de minden más országban ugyanúgy a Brexit ezt bizonyítja, ami szintén egy hoax volt. Ugyanúgy, mint az összes választás, szavazás vagy petíció. Ez a cél, pontosan ez az, amit akarnak, az pedig, hogy az emberek felháborodjanak, hogy utálják egymást, harcoljanak a rendszer ellen, fellázadjanak, hiszen ez az a szellemiség, amiben a legegyszerűbb kontrollálni a nyájat, hiszen ez lehetővé teszi azt számukra, hogy a biztonsági intézkedéseket szigorítsák, növeljék a biztonsági szerveknek a számát, a támogatását és a hatáskörét. Ez az, amit mindig is akarnak, így manipulálják az embereket. Probléma az, hogy mindkét oldalt ők támogatják, ezért a nagy része azoknak, aki részt vesz ezekben a tüntetésekben, az nem is tudja azt, hogy az egésznek a szervezését is azok intézték és azok intézik, akik ellen ők fellázadnak, így ők maguk eszközökké válnak a saját pusztulásukban tulajdonképpen. Ez az ostobaságnak az ára, és ez az, amit mindannyian fizetünk, mindaddig, amíg fel nem ébredünk teljesen. Azonban a legtöbb ember nem hajlandó teljesen felébredni, hanem még mindig ragaszkodik ahhoz az álomvilághoz részben, amelyből próbál kiszabadulni. Teljesen mindegy, hogy hányszor és ki mondja el az embereknek, így se úgy se fogják elhinni és megérteni, hogy hogyan működik a világ. Ezúttal Vlagyimir Putyin mondja, erről is beszéltem már számtalanszor, hogy Vlagyimir Putyin nem egy hős, ő nem harcol az új világrend ellen, ő neki csak egyszerűen ez a szerepe. Azonban a lényeg az, hogy bárki bármit mond, az embereknek megvan a saját kis világuk, amit hisznek, és nem hajlandók attól eltérni jobbra vagy balra. Ezúttal ő mondja azt, hogy ez az egész szíriai dolog egy hazugság volt, egy úgymond false flag, ami azt jelenti, hogy megrendezett úgy, mint ahogy az összes terrortámadás az,
amiben ők is részt vesznek legutóbb a Szentpétervári dologgal. Úgyhogy ez bizonyítja azt, hogy ők ugyanolyan részesei az egésznek, azonban valahogyan mindkét oldalt manipulálni és irányítani kell, ez az, amit nagyszerűen csinál az ellenség, hiszen ez az, amiben legjobb, az pedig a hazugság. Az emberek pedig így vagy úgy legtöbben áldozatul esnek, hiszen annyira azért senki nem szeretné elhagyni az álomvilágot, hogy szembenézel azzal, hogy minden hazugság, amit eddig a világról gondol. Ahogy mondtam, mindenki, aki részt vesz a tüntetésekben, a petícióban, a szavazásban, az része a problémának, hiszen nem érti azt, hogy hogyan működik a világ. És bár ezeknek az embereknek egy része nyilván a rendszer által fizetett, ugye azt tudjuk, hogy Soros manipulálja szinte az egész világot, illetve hát persze nem ő, hanem maga a szervezetek. Őt csak egyszerűen oda tették, hogy az embereknek legyen kit utálni, de ő az, aki pénzeli ezeket a mozgalmakat, sajnos a nyájnak a túlnyomó többsége még mindig nem érti azt, hogy meg van vezetve. És a helyzet az, hogy tetszik vagy sem, mindannyian meg voltunk vezetve, és mindannyiunknak hazudtak egy ponton, úgyhogy bármilyen fájdalmas is most elismerni azt, hogy át vagyunk verve, vagy rossz úton járunk, vagy nem látjuk a dolgokat, el kell ismerni ahhoz, hogy el tudjunk indulni az új úton. És mikor ez megtörténik, onnantól kezdve egyszerű mindenre azt mondani, hogy hazugság, mert az ember érteni fogja és látni fogja, hogy minden hazugság, erre épül a világ. Ezért működött annyira jól nekik ilyen hosszú időn át, hiszen hazugságra épül, és továbbra is működik, mert továbbra is hazudnak, hiszen az emberek nem hajlandók kijönni az álomvilágból és elismerni azt, hogy minden pontján az útnak manipulálva vagyunk. A média, az oktatás, a tudomány és a politika ezt a célt szolgálja. Ezek az emberek mindkét oldal a rendszert szolgálja. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a tüntetők jobban szolgálják a rendszert, ami ellen lázadnak, mint a rendőrök, hiszen a tüntetők azok, aki miatt a rendszer erősödik. És addig, amíg olyan ostobaságokat mondanak az emberek, hogy öljétek a rendőrt, meg ilyenek, addig azt kapják, amit megérdemelnek. Végezetül az új McDonald's egyenruhával fejezném be, ugye minden azt a célt szolgálja, hogy manipulálja az emberiséget, nagyszerű példa erre az egyenruha, ami kísértetésen hasonlít a rendőrségnek az egyenruhájára, hiszen ez a cél, hogy az emberek agyában elültessék azt a gondolatot, ami következik. Így programozzák a lakosságot, hogy elfogadják azt, hogy minden sarkon rendőr áll, kamera van, és mindenhol igazoltatnak, és ezek a biztonsági intézkedések nélkülözhetetlenek. McDonald's az egyik legnagyobb manipulátora ugye a tömegeknek, és idézőjelben egy gyilkos azzal a szeméttel, amit árul, ami ráadásul még meg is fizettetik az emberekkel tulajdonképpen azt a mérget, amit árulnak, ez a legborzasztóbb az egészben. Azonban aki látja, hogy mi zajlik, az, és valóban ébren van, az látja, hogy ez is egy újabb eleme a programozásnak arra, a rendőrállamra készíti elő az embereket, ami hamarosan következik. Remélem hasznosnak találtátok, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!